bennem egy olyan pislákol, ez a város felgyullad egy kislánytól. És most Pesten bennem egy olyan pislákol, ez a város felgyullad egy kislánytól. Újra kezdtem, zsebembe tettem a múltam, benned temettem el a család. Újra kezdtem, zsebembe tettem a múltam, bennettem, ettem. Vendégünk tehát Nikuta Nikoletta. Szia, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Szia, én is örülök, hogy itt lehetek. Téged egy közönség, a nagy közönsége tehetségkutatóban ismerhetett meg, ahol egyébként a csapatban szerepeltél, viszont most nemrég ugye szóló karriert választottad. Miért fordultál inkább ebbe az irányba? Hát igen, rólam ezt kell tudni, hogy egy műsor kutatóban voltam, és igazából így is jutottam ide Pestre. Összeraktak minket, és egy nagyon jó élmény volt, nagyon sok mindent tanultunk egymástól, viszont tényleg úgy döntöttük, hogy jobb, hogyha mindenki a saját útját járja. És minden okkal történik, úgyhogy jóba maradtunk, beszélgettünk, szeretjük egymást, de mégis így döntöttünk. Ugye te Gyergyóból származol, és hát már kicsit kezd olyan lenni, mint olyan lenni Gyergyó, mint ami a székelyföld New Orleans-a. Olyan sok tehetséges zenész származik arról a ezt környékről. Ezt ma teszóra találtak ki, ez védesre valahogy. A tesódék, ugye a 4S Street zenekar, Bagosjék, tehát még így sorolhatnánk. De számodra így zeneileg egyébként mit adott az otthoni közeg? Nálatok otthon a családban mennyire volt jelen a zene, akár már kiskorotoktól fogva? Hát a családunkban anyukám énekel, meg gitározik. Nagyon sokszor van olyan, hogy így összeül a család, én is ugye itt vagyok, de hazamegyek és összeülünk, énekelünk, néha előveszi a gitárt, és nagyon jó érzés, mert tőle örököltem én is, meg a testvérem is, aki énekel, 4S Streetnek a frontembere, úgyhogy anyukám az, aki. Na de akkor mit szólt hozzá a család, hogy alimból is, és belőled is énekes lett, ráadásul országos ismertséggel, mint országos ismertséggel, a határokon túlívelő ismertséggel? Hát én azelőtt egyetemet tanultam, és politikus szerettem volna lenni. Lehet, hogy apukám jobban örült volna annak, viszont mindig is támogattak, és most is támogatnak. Hogyha nem fizikailag is, nem, de lelkileg igen, mert ugye nincsenek itt. De szerencsére jól fogadták ezt a döntésemet. Pont ezt akartam mondani, hogy nem csak az énekesi pálya választása volt egy fontos lépés az életedben, hanem például a Budapestre költözés is. Ezt hogyan élted meg? Azért ez egy óriási változás, főleg úgy, hogy ahogy említetted, és a család többi része az otthon marad Gyergyóban. Hát igen, mindig, amikor a családomról beszélgetek, így melankolikus leszek, mert nekem a család a legfontosabb, és nagyon nehéz döntés volt ez nekem, hogy ott hagyjam ugye őket, úgymond, és ide költözzek. Sokszor hiányoznak, de szerencsére minden nap beszélgetünk, és olyanokat is szoktunk csinálni, hogy így fél úton találkozunk. Most is két héttel azelőtt Nagyváradon összefutottunk, és ott voltunk pár napot. Na és hát most megjelent az első szóló számod, ugye Újra kezdtem címmel. Mit jelent számodra ez a dal? Hát ahogy a címben is benne van, ez egy újra kezdésről szól, egy új időszakról. Arról, hogy úgy annyira nem találtam meg otthon a helyem, és úgy döntöttem, hogy ide költözöm. És minden benne van ebbe a számba. A szerelmem is, akit itt találtam meg, Marci, a barátaim is, meg így tényleg rólam szól ez a dal, és azt is akartam átadni az embereknek, hogy újra akarom kezdeni, és úgy újra kezdeni, hogy újra építeni mindent. A dalszövegben azért van egy kis fricska, így a tesódnak címez, hogy a tesóm mesél a bornak, próbálok írni jobbat. Mennyire jelentő számodra inspirációt, mennyire szoktátok egymással megosztani a zenei ötleteket? Hát nekem mindig is a testvérem volt így a példaképem, és mindig is felnéztem rá, és ez mindig is így fog maradni.
És ez egy kicsit vicces, hogy próbálok írni jobbat. Igazából mindig támogatni mindent, amit írok, vagy így, amit elképzelek. Ő az első ember, akár így párkapcsolati kérdésekkel mindig hozzáfordulok. De nagyon fontos nekem a véleményem, és mindig is segít nekem is. Na de most ugye ebben a számban ő inkább csak úgy szerepelt, mint egy klipben feltűnő színész, de a dal elkészítésénél kik voltak a segítségedre? Hát nagy segítség volt, igazából a Fehér Hollóval írtuk a dalszöveget. Rólam azt kell tudni, hogy mivel ugye nem a magyar az első anyanyelvem, sokszor így nehezen fejtem ki a gondolataimat, főleg írásban. Szerintem még egy magyar előadónak is néha nehéz írni. És az úgy történt, hogy így tényleg összeültünk, én elmondtam, hogy kb. Mi van bennem is, és így együtt találtuk ki, és így született meg ez a dal. És egyébként zeneiség, stílus terén ezt a világot szeretnéd majd képviselni, amit most ebben a dalban is hallhatunk, ezt a dinamikus, popos világot? Még mindig keresem a megfelelőt, de igen, a pop irányba szeretnék így menni, úgyhogy igen. De nagyon szeretem a lassú dalokat is, sőt, igazából az, ami engem szerintem így képviselne, ilyen lassú, de közben meg pop is, még nem tudom, majd kitalálom. Egyébként, hogy az előbb Szolnoki Máriónál is beszéltük, hogy az ő szóló produkciójában ez volt az első klip, amit láthattunk, ez éppenséggel rád is igaz, de akkor mondjuk nálad ez a forgatás és ez a klipkészítés hogyan telt? Mert látható, hogy tényleg nagyon bulis volt a közeg, a hangulat, a barátaid vettek körbe téged is? Hát ezért telt nekem ennyire jól, mert igazából mindenki, aki számít, az anyukám és apukámon kívül, ott volt a szerelmem, a testvérem, a legjobb barátaim, úgyhogy ezért volt ilyen egyszerű, meg könnyű, így olyan otthonias hangulat volt. Hát és látszik is a végeredményen, hogy tényleg nagyon kerek lett, és látszik rajta az összhang. Na de milyen terveid vannak így a közeljövőre nézve, érkeznek majd még dalok? Én a zene mellett dolgozom is, úgyhogy próbálom úgy csinálni, hogy szerintem fontos az, hogy legyen egy ilyen stabilitás az életben, de közben a zenei karrieremet szeretném építeni, úgyhogy most az a terv, hogy most nagyon nyomjuk a zenéket. Niko, köszönjük szépen, hogy eljöttél, és hát akkor sok sikert kívánunk a terveid megvalósításához. Várjuk majd az újdonságot. Én is köszönöm. Köszönjük, hogy eljöttél.